Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a harmadik Speed Champions-os bemutatómhoz. Hogyha a tegnapit esetleg még nem láttátok, akkor fönt a sarokban meg tudjátok nézni. Ott a Formula 1-es autóról volt szó, és a Project One Mercedesről. A mai adásban ezt a 70-es évekbeli Ferrarit hoztam el nektek, amit természetesen a Lego biztosított számomra, ezért van lehetőségem már ennyivel hamarabb a bemutató előtt nektek elkészíteni ezt az adást, de tudjátok, a véleményemet ez nem fogja befolyásolni. A dobozunkon a jól ismert logóinkkal ugyanúgy találkozunk, Lego Speed Champions 8 pluszos a készlet, 76906-os és 1970 Ferrari 512M a neve ennek a szetnek, és ahogy látható, ez is egy versenypályán repeszt éppen. Hogyha esetleg nem lennétek tisztában, hogy mi is ez az autó, 1970-es években ez egy Le Mans-i autó volt, és hát szerintem egész éppen eltalálták a részleteit, hiszen hogyha megfordítjuk, akkor látható is az eredeti verziója ennek az autónak, és hát tényleg itt a Lego szinte pontosan eltalálta a részleteket. Egy kicsit talán a pilóta fülke, mintha nem lenne 100%-ig egyező, de ezen kívül szerintem a Lego itt nagyon jó munkát végzett, bontsuk is ki. Oké, szóval összesen itt kettő darab számozott zacskóval találkozunk, meglepő módon itt nagyon kicsi a matrica évünk, úgyhogy én ennek már örülök, és hát itt van az összerakási útmutatónk is, ami összesen 102 oldalas, és hát ugyanúgy, mint az előző másik két esetben, itt sem találkozunk sajnos semmi háttérinformációval. Összeépítem, és utána megnézzük egy kicsit közelebbről. Készítünk, mert összesen egy darab minifigurával találkozunk, természetesen a pilótánkkal, aki megkapta ezt a Ferrari-s ovalát, ezt a Ferrari-s tűzálló overált, ami először is áll a lából, ami ugyanolyan fehér és piros jegyekkel rendelkezik, mint maga a torzó, természetesen egy Ferrari logóval is találkozunk, és látható, hogy egy fehér sisak is van a fején, és csak egy darab reakciója van a minifigurának, viszont ezt a sisakot le tudjuk cserélni, ugyanúgy, mint az összes többi Speed Champions esetben, majd csak ki tudom mondani, egy haj alkatrészre, úgyhogy ha valaki nem szeretné éppen versenyzés közben beleállítani ebbe az autóba, akkor simán egy hajjal is fel tudja szerelni. És egyébként érdekesség, hogy látható, hogy az ő kezében nincsen csőkulcs, ami azért van, hiszen ennek az autónak nincs a felmién külön felni középalkatrész, egy dísztárcsa, ezáltal nincs is mit levenni, ezáltal nincs is ott az a csőkulcs a kezében. És egy kicsit most már bővebben nézzük is meg az autót, ami hát gyönyörűen sikerült. Szerintem azért tudjátok, hogy mennyire nagy kedvenceim az ilyen régi stílusú autók, és eleve az, hogy a Lego úgy megalkotta ezeket az íveket rajta, csak itt az oldalán nézzétek meg az első sárvédőívnél, hogy milyen szépen leköveti magát a sárvédőívet a Lego alkatrészekkel a tetején, és utána elérkezünk az elejére is, ahol hát találkozunk ezzel a Lego által összeépített első fényszóróval, ami hál' Isten ugye nem matricával érkezik, van egy 4-es rajtszámunk az elején, van egy Ferrari logó alatta, és egyébként, hogyha haladunk így hátra szépen tovább, látható, hogy az ajtókon is egy ugyanolyan 4-es számú felirattal találkozunk, és hát középen itt van az autónk leggyengébb része, a szélvédő része, ami hát sokkal keskenyebbre sikerült, mint az alapverzióban, ezt egy kicsit szélesebb alkatrészre is megoldhatták volna, nyilván a Legónak nincsen olyan alkatrésze, de akkor is tök jól néz ki, hogy nem nekem kellett fölmatricázni, hanem eleve rá van printelve ez a piros rész, ami ismét, szinte színben 100%-ig megegyezik az autónkkal, úgyhogy nem tudom, hanyagyára hozom ezt fel már nektek, de hogy annál a Countachnál miért nem sikerült eltalálniuk, azt továbbra sem értem, és egyébként ezt a részt föl lehet emelni, és úgy bele is tudjuk ez esetben csak az egy darab pilótákat tenni, hiszen ez egy kifejezett versenyautó, ugyanúgy, mint a Forma 1-es autó esetében, itt két minifigura nem fér el benne, viszont egyet simán bele tudunk tenni, látható, hogy egy matricázott kis középkonzollal is találkozunk a kormány mögött, és hát végül el is érkezünk a hátsó részéhez, ami ez a nagyon jellegzetes ilyen hátsó lényegében szárnyat kapta meg, ami, hogyha alá betekintünk, azért ott is találhatóak
Lego alkatrészből megépített lámpák, és természetesen a kitörrentőnk, van egy kis diffúzor is alatta, és még a tetér itt a felső részén ugyanúgy találkozunk egy 4-es matricával, és különböző kis matrica kiegészítőkkel, és egyébként itt ezt a kis felső hát száj részét tudjuk egy kicsit mozgatni, de ezt igazából nem nevezném játékfunkciónak, és hát a felni, amit már az előbb is kihoztam nektek, hogy egyáltalán nincsen rajta középső rész, tehát nincsen tisztárcsája, viszont tök jól néznek ki ezekkel az aranyszínű megoldásokkal. Egyébként alapjártan ebből az autóból összesen csak 25-öt készítettek, kifejezetten versenyzésre készült, ugye a homologizációhoz összesen 25 darabot kellett készíteni, tehát ezt mindenféleképpen meg kellett csinálni a Ferrarinak, ugye ez 1970-es években, ez egy 5000 köbcentis V12-essel volt felszerelve, és közel 500 lóerőt tudott teljesíteni, 450 valamennyit, úgyhogy hát nézzetek fel a YouTube-ra, van, amikor ezzel az autóval versenyezzek, hát eléggé megdöbbentően jó hangja van. És hogyha már különleges részletekről van szó, akkor az külön kiemelendő, hogy van egy nagyon pici printelt alkatrészünk is, itt közvetlenül az ajtó mögött a 4-es mellett található egy nagyon pici Ferrari logó, amivel nyilván már régebben is találkoztunk, úgyhogy azért is bírta alkalmazni ezt a Legót. Sőt, az összes olyan esetben, amikor ezzel az 1x1-es lapos elemmel dolgoztunk, minden egyes alkalommal rá volt printerve, szóval az összes olyan többi helyre is ezt az alkatrészt kellett berakni, szóval úgy kellett forgatni, hogy ez a Ferrari logó ne látszódjon rajta. Érdekes, hogy az összesen rápintelték ezt a dolgot. Összegezve srácok, ebből a készletből egy tök jó Ferrarit lehet összehozni, hozza az 1970-es évekbeli autónak a vonalait, nekem kifejezetten tetszik az első része, a hátsó részén is egészen jól néz, hogy megoldották ezt a szárnyat, de azért alá is sikerült Lego alkatrészekkel hátsó lámpákat beépíteni. Sajnos egyetlen gyenge része van ennek az autónak, hogy a szélvédő hát nem igazán hasonlít az eredeti verziójára, de sajnos ezt meg lehet érteni, hiszen a Legónak nincsen olyan alkatrésze. Nos srácok, hát ez volt a 7906-os 1970-es Ferrari 512M-nek a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el. Ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, ott a feliratkozás gomb. Légy szíves, nyomjátok be, nagyon sokat tudtok vele segíteni, és hát találkozunk a következő adásban. Szevasztok!